kis városa több pályázaton is sikerrel vett részt, így több középületre napelemet szerelnek fel, tau pályázat révén pedig felújítják az úszodát nyertünk napelemeket pályázati úton három intézményünkre. Az egyik az óvoda intézménye, a másik az egészségház, a harmadik pedig az önkormányzatnak az épülete, tehát ezekre fog kerülni napelem, amely az áram elő, előállítására hivatott, illetve még elbírálás alatt van az iskola tetejére megálmodott napelem. Annak még nincs eredménye, reméljük, hogy esetleg az is nyerhet. Ez kb. mekkora költséget jelent, pontosan mekkora forrásbevonást? Ezek százszázalékosan támogatott pályázatok. A pályázatnak a bekerülési bruttó értéke, ha jól emlékszem, 47 millió forint, tehát mondhatjuk azt, hogy 50 millió forint körüli összegről van szó. Ezek mikor realizálódnak, ezek a beruházások? Tájékozottunk egy picit a környezetünkben, így már Pest megyében volt néhány település, ahol végrehajtottak ilyen pályázatot, korábbi győztes pályázatokat, és az a jó hírünk van, hogy ezek viszonylag gyorsan, néhány hónapon belül realizálódnak. Tehát arra számítunk, hogy a, a véghatáridőt határidő előtt jóval, tehát ez nem augusztus, az augusztus lenne, és augusztus előtt szeretnénk, hogy ezek megvalósulnának. Mire jön a napos időszak, gondolok itt esetleg a május hónapra titkon, jó lenne, hogy ezek már működőképesek lennének. Nálás az uszadának is lesz fejlesztése, ez is egy pályázati forrásnak köszönhető. Igen, az az úgynevezett TAO pályázat, tehát a társasági és osztalék adó pályázat, amelyet Kifejezetten a sportegyesületek számára írta ki és a Luszodában üzemelő egyik sportegyesület, a vízilabdások egyesülete tudta így megpályázni a vízilabda szövetségen keresztül, tehát ők benne voltak a pályázat kiírásakor abban az öt kiemelt labdajátékban, amely tavó pályázatra jogosult volt, és így megpályáztuk az USZADA részleges felújítását. Ez elsősorban a cserét jelenti, amely nagyon rossz állapotban van, illetve a gépészet tekintetében a fűtés és egyéb gépészeti megoldások felújítását, tehát a kazánt is kicseréljük új korszerű kondenzációs kazánra ennek a pályázatnak a tükrében, valamint a, az üvegfelület is felújításra kerül, hiszen jellegzetes, hogy a két végén a, a ponyvaszerkezetű fedettségnek két hatalmas üvegfelület van, na most ez is felújításra fog kerülni ebből az összegből. Várhatóan 60 millió forint körüli beruházásról beszélünk. Kis jól halad az ivóvíz javítási programmal is tavalyi év megtörtént a ugye a Szívesvíz Kft. Onnantól elindult a, a, végtervezési fázis, aminek a utolsó tolvonásai vannak jelen pillanatban. És emellett, ami volt lehetőség kivitelezése, azt megkezdtük, és egy 150 méter fenékpontú kútfúrása megtörtént a Szabadságút Szeszem alatta, Volt Szívesvíz Kft. Ez milyen költségeket igényel, és a tervek szerint mikorra valósulhat meg, hogy tényleg jó minőségű üvóvíz legyen itt kis tartsa. Ugye az összköltsége ennek a projektnek 1,1 milliárd forint plusz elfába fog kerülni, ennek 75%-át EU-s alapokból finanszírozzuk a maradék részt, az pedig a belügyminisztérium önerő alapja egészítik, így 100% támogatottságú ez a projekt, és terveink szerint ez év végén, jövő év legelején működő új vízelhálózat lesz Kisdacsán is kerepesen. Ez hány embert érint körülbelül? Hát a nagyságrendileg ez olyan 25 ezer lakos számot érint a két településen. Most ő jelenleg az, amit nitráttal, meg egyéb anyagokkal is gond van. Igen, ez, ezeknek egy új ö, telephely készülés, ott fog szűrés történni. Mindemellett még 20% rekonstrukciót is fogunk végrehajtani a jelenlegi meglévő hálózaton. Kistarcsa részt vehet a nem eladósodott önkormányzatok fejlesztési pályázatán is, így az úthálózat minősége is javulhat. Amire nagyon nagy szükség van Kistarcsan, véleményünk szerint, az az úthálózat bővítése, illetve felújítása, és erre szeretnénk beadni pályázatot. A pályázat felső határa, amit el lehet nyerni, az 200 millió forint. Bízunk benne, hogy a közelében tudunk majd lenni, az igények tekintetében, és esetleg el is nyerjük ezt a pénzt, mert súlyos gondjaink vannak az úthálózattal. De a 200 millió forintból hány utat mikorra tudnak felújítani? Ez, és annyira friss ez a pályázat, hogy jelen pillanatban most dolgozzuk ki azt, hogy mely utcákkal és milyen mértékben tudunk majd pályázni. A szempontokat tudom elmondani. Ö, ö, objektív lesz abszolút a, a szempontrendszer, például olyan szempontok alapján, hogy melyek azok az utcák, amelyek a legsűrűbben lakottak, amelyek a legnagyobb eséllyel tudnak a pályázati kiírásnak megfelelni, esetleg a legrégebb óta várnak arra, hogy az utca gondjai megoldódjanak. Tehát ö, igyekszünk a, a, a objektív és lakosság számára legelfogadhatóbb szempontrendszer szerint választani majd az első adag beruházásról, mert bízom benne, hogy ez csak egy első bevezető pályázat lesz, és következnek majd hasonlóak, mert itt nálunk, és azt gondolom, hogy az egész agglomerációban ilyen típusú pályázatokra nagyon nagy szükség van.